A vágóállat és hústermék tanács elnökévé választották Horváth István országgyűlési képviselőt. Köszöntöm a nézőket, és köszöntöm Horváth Istvánt. Beszélgessünk erről is, majd beszélgessünk a vasárnapi választásról is, de akkor először ez a legfrissebb. Tehát tulajdonképpen mit jelent ez az elnöki pozíció? Mire lesz jó majd? Hát először szeretném köszönteni a Tonapár televízió nézőit. Köszönöm szépen a meghívást. Hát elsősorban inkább az európai parlamenti választásokhoz kapcsolódó fórumok, illetve tapasztalatairól szerettem volna beszélni, de ugye itt az előzetes beszélgetésben felmerült, hogy milyen szakmai kihívásokkal nézek szembe, vagy esetlegesen milyen szakmai kihívások elé állok. Ugye most már évek óta magyarországi sejtéstenyésztők és sejtéstartók szövetségének az elnöke vagyok, ezt a megtisztelő feladatot, illetve munkát kaptam a sejtéstartóktól. Ezt most 2019 év elején, ezt 5 évre meghosszabbította a közgyűlés, és a sejtésszövetségünk az kérte a felvételét a Magyarországi Vágóállat és Hústermék Tanácsba. Ez az úgymond legnagyobb ilyen szakmai szervezete az ágazatnak. Beletartozik a sertés ágazat, beletartozik a húsipar, tehát a vágóhidak, a feldolgozók, az ehhez kapcsolódó kereskedelmek, tehát akár ami a multiláncokkal kapcsolatos ilyen piaci egyeztetések, valamint a húsmarha ágazatnak a piaci oldala. Tehát mondhatni azt, hogy a különböző termelői szakmai szervezeteknek ez a terméktanács, mert ez egy vágóállat és hústerméktanács, ez az ernyő szervezete, és amikor Magyarország, akár az Európai Unión belül, vagy azon kívül az ágazatokról egyeztet szakmai auditokat, véleményeket kell megfogalmazni, illetve szakértőanyagokat kell felmutatni, akkor ezt a vágóállat és hústerméktanács, mint szakmai szervezet, az koordinálja, ő felel érte. Számtalan olyan ágazati feladata van, amelyet most nem mutatnám amúgy a nézőket, de aki bent van mind a sertés ágazatban, a húsmar ágazatban, a húsiparban és ehhez kapcsolódó kereskedelmi ténykedésekben, akkor ennek az jelentőségét azért nagyjából ismeri. Tehát alapvetően ez egy munkafeladat, csináljuk mind a többit. És milyen helyzetben van egyébként jelenleg az ágazat? Tehát, hogy összevetve az egész élő állat, vagy lehet az egész állattenyésztésről is beszélni, illetve ebben a terméktanácsban megfogalmaznak célokat? Hogyne. Tehát alapvetően ez a terméktanács koordinálja a piaci szereplőknek az egymás közötti viszonyát. Ugye vannak a termelők, vannak a feldolgozók, és vannak a kereskedők. Tehát, hogy milyen etikai módon, illetve milyen piaci körülmények között kötnek egymás úgymond üzletet, illetve hogy adjunk egy ilyenfajta védettséget a magyar termelőknek, adjunk egy védettséget a magyar feldolgozóknak, és próbáljuk a kettőknek a közös érdekét képviselni úgy a kereskedelmi láncok felé, hogy a vásárlók jó minőségű termékhez jussanak megfelelő áron, tehát a jó minőség az nem minden esetben drágát jelent, hanem a jó minőség az egy ellenőrzött minőséget jelent, és ehhez a különböző jogszabályi környezetet, az adott minisztériumokkal való egyeztetéseket is nekünk kell majd lefolytatni. Vannak most jó jelek az ágazatban, tehát most annak ellenére, hogy tavaly a sertéspest is egy komoly piaci gondot okozott a sertéstartóknak, mivel most Kínában is már megjelent ez a sertéspest, és ez teljes egészében átrendezte a kereslet-kínálat oldalt, amíg mondjuk egy jó fél évvel ezelőtt egy kiló élő sertésért mondjuk 320 forintot kapott a gazda, ma ez 450 forint. Tehát ma, aki jól csinálja a sertést, az egy nagyon sikeres vállalkozó tud lenni, és úgy néz ki, hogy középtávon ezek a viszonyok ezek fenn is maradnak. Piaci zavar akkor lehet majd, ha adott esetben mondjuk Németország felé is ez a sertéspest is átterjed, mert akkor távol-keleti piacok azok gyakorlatilag ilyen kiviteli korlátozás miatt nem lesznek elérhetők, és akkor az a félő, hogy akkor ez a több mint 1 millió tonna német sertéshús itt az Európán belül barangol, és Magyarországra is bejön. És ezért is például kezdeményeztem azt, hogy fölülvizsgáljuk a közbeszerzési törvényt, és a közétkeztetésben lévő közbeszerzéseknél arra törekszünk, hogy a fagyasztott húsokat, azokat kivegyük. Tehát megdöbbentő számomra is, hogy a közétkeztetésnek több mint 50%-ában fagyasztott hús van, csak mondhatni azt, hogy 80%, és több mint 50%-ában külföldi hús van.
Alapvetően... De ez mit gondolom, akkor ez az áraktól függ, nem? Logisztikától függ, de sok mindentől. Tehát egy érdekes, amikor még polgármesterként az iskolatelyi programot meghirdettük, és megnéztem, hogy milyen beszállítóktól veszük az iskolatelyet, megdöbbenésemre nem a tollénak volt a legjobb ára Szekszárdon. És akkor felhívtam akkor a tollé tulajdonosokat, hogy hogy van az, hogy nem ők tudják adni a legjobb árat az iskolatelyi beszállítása Szekszárdon, és ugye kiderült számomra, hogy aztán nyilván tolletejet adunk Szekszárdon, vagy adtunk a gyerekeknek, de ugye vannak a nagy, különböző nagykereskedők, azok a nagykereskedők azok különböző ilyen mennyiségeket lekötnek, és néha olyan nagy kedvezményt kapnak, hogy olcsóbb a nagykereskedőtől vásárolni, mint magától a gyártól. Egy kicsit közgazdaságilag ez nonsens, de érthető. De azt nézzük, hogy a közétkeztetésben viszont az ilyen fagyasztott áruk, tehát, vagy hűtött áruk, tehát mind a hús, meg mind a tej, mind a zöldség, az gyakorlatilag ugyanavval az autóval megy ma már be. Tehát ha csak nettó vinném a húst, vagy csak nettó vinném a tejet, akkor azt logisztikailag nekem többbe kerül, mint ha egy úgymond hűtő teherautóba egyszerre viszem a zöldséget, a tejet, meg a húst. És ez a logisztika ez teljesen új dimenziót ad az áraknak is. Érdekes, de nem ebben akarom mutatni a nézőket, de Fogyasztóknak egyébként kell áremelkedésre számítaniuk? Tehát ugye most megjelenik Kínában ez a tulajdonképpen konjunktúra, az első három hónapban 40%-kal emelkedett az élősárt, és közben ugye a munkabérek is emelkedtek, tehát ez valahol meg fog egyszer jelenni, gondolom a húskészítményekben, vagy a húsárában. De ez a keresket Kínát, ugye szippantja ki a piac, tehát ugye mi, nekünk korlátaink vannak magyaroknak, a sertéspestés miatt tavaly 2018 áprilisától nem tudunk a távol-keleti piacokra adni sertést, és ugye kerestük itt akár belföldön is a piacot. Amúgy a sertésprogram, amit még annak idén koordináltam, illetve most is gyakorlatilag koordinálok a sertésszövetségen keresztül, értünk el eredményeket, mert az áfa csökkentésekkel, ami mi fejlesztésünk volt, illetve egyéb piaci intézkedésekkel, gyakorlatilag mondjuk 5 évvel ezelőtt 3,4 millió sertést vágtak Magyarországon, ma már közel 5 milliót vágnak Magyarországon, tehát jelentősen növekedett a magyarországi vágásoknak a száma, ennek azért egy jelentős része a piaci fehéredés is volt, de valós növekedés is volt ebben a dologban. Konkrétan a kérdésére a választ azt kell, hogy mondjam, hogy ma az árakat alapvetően a piac mozgatja. Tehát ugye mi sertéspestés miatt ugye belföldi piacokat kerestünk, kezdett ugye a belföldi piacon is, illetve a környező országokban kezdte megtalálni a magyar sertéshús a helyét. Most viszont Németországból gyakorlatilag szippantja ki Kína, meg korlátozás nélkül németek szállíthatnak ki sertést Kínába, és Németországban áruhiány keletkezett. És most a németek azt csinálják, hogy az, amit megtermelnek sertést, hiszen ott nincs sertéspest, az egy az egyben mindent eladnak Kínába, felárat fizetnek a kínaiak ezért, és a német termékekbe, amit meg ők akarnak gyártani, oda meg Magyarországról viszik be a húst. És gyakorlatilag most a német húsipar szippantja be Magyarországról, illetve ez határozza meg Magyarországra a húsnak az árát, és nyilván piaci verseny van, mindenki próbál érte többet adni, és előbb-utóbb ez a termékekben is meg fog jelenni. Ha jelenti majd ez azt is, hogy akkor egyre többen fognak elkezdeni sertéstenyésztéssel, vagy állattartással foglalkozni, bár ez azért érteni kell. Ez infrastruktúra is kell hozzá, meg azért szaktudás is kell, tehát igazából sertést ott éri meg tartani, ahol azért megfelelő körülmények vannak. Tehát ma már ebben is akkor átfejlődött az elmúlt mondjuk 20 évben az ágazat, tehát már nem az a moslékos, megkeverem, kiöntöm, és akkor majd megvárom, hogy ez kijön. Mondhatni azt, hogy a sertés is egy iparág, ugye akkor malacgyárak vannak, hízógyárak vannak, minél kevesebb emberrel, minél magasabb technológiához eljussál, hízlalni viszonylag az nem annyira bonyolult, de tenyészteni az bonyolult, mert oda már azért kell humán tudás is, és az is sajnos egyre kevesebb. Tehát találni egy fiasztatóba hölgyeket, jellemzően a hölgyek vannak a fiasztatóban, mert nekik lelkületileg is ugye a kismarcokhoz jobban tudnak, empatikusabban tudnak viszonyulni, hát ilyen nagyon ritkán lehet már találni. Tehát nem jelentkeznek már, hogy sert és állatgondozó szeretnék lenni. Tehát mind a humán oldala, és mind az infrastruktúra oldala azért
nem olyan egyszerű ezt megteremteni, tehát nem annyira fog ez így berobbanni sajnos. Egyetlen kérdésem van még ehhez a témához, azt néztem, hogy azért viszonylag fontos tényező ebben a betegség, vagy a betegségek elleni küzdelem, ugye most szóba került már az afrikai sertéspest is, a teheneknél, vagy a szarvasmarhánál ott a kéknyelv betegség, ami elleni küzdelem talán meghatározza azt, hogy mennyire lehet sikeres egy-egy országnak az ágazata. Hát nézze, a sertésnél, de elmondható ez a baromfinál is. Ma már gyakorlatilag 30% emberi, ott maga az állatgenetikai, ez csak 30%. 30% gyakorlatilag az ember, tehát a humán, hogy hogyan tudunk hozzá, és 30% az a környezet, a technológia és az állategészségügy. Tehát alapvetően, ha van egy 100%-os teljesítménye egy országnak, akkor abból csak 30% vagy 33% a maga a genetika, a többi az mind a külső tényező, tehát az emberi és az állategészségügyi, meg a technológiai, ez nagyon jól látja, és mind a sertéspestisnél is ugye látjuk, hogy Kínában például semmiféle állattelepi protokoll nincsen, nincsenek kerítések a telepek között, nincsen állat egészségügyi protokollja egy telepnek, tehát utcai ruhába bemennek, viszik egyik, az ember visz egyik helyről a betegséget, meg szállítójárművel viszik a betegségeket, ott egy fél év alatt 60 millió sertést kellett elpusztítani, mert nem is kivágni, elpusztítani. Tehát láttam, olyan holland barátaink hoztak képeket, állat sertéstenyésztők barátaink, hogy Kínába, tehát ilyen focipálnyi nagyságú nagy gödröt ástak, tehát szélességben, majdnem, hogy mélységében is, és kamionok az élő állatokat oda öntötték le, tehát azért ez mindenféle állatvédelmi, meg emberi jogi, meg állategészségügyi protokollt azt felrúg, és borzasztó, hogy ezt hogyan végzik, és járványszerűen megy a betegség. Magyarországon egy nagyobb szerepet folytunk erre, ma már egy korszerű sertéstelepre nem lehet kívülről bevinni élelmiszert, gyakorlatilag főtételt kapnak a dolgozók, amit külső étteremből külsősök hoznak, bejön tetőtől talpig, úgymond pucérre le kell vetközni, befele teljes egészében zuhanyzunk, belül felöltözünk, amikor kijövünk, akkor szintén ugyanez, és teljesen zártak a telepek, mint a gépjárműk mindenki számára, tehát nagyon szigorú állategészségügyi protokollok vannak már korszerű telepeken, és ez már szükségszerű is, mert enélkül nem tudunk eredményesek lenni. Lehetne még erről sokat beszélni, de tényleg térjünk át a vasárnapi választásra. Három fórumot is tartottak az elmúlt időszakban itt ebben a választókörzetben, Szekszárd környékén. Mik a tapasztalatok? Hát azt kell, hogy mondjam, hogy jók. Három fórum volt, az első, de tudatosan építettem fel a fórumokat. Az első fórumon Feldman Zsolt, az agrár, mezőgazdasági felelős államtitkár volt, hiszen mi Tolna megye vidéki agrárország vagyunk, gyakorlatilag fontos, hogy az ágazatot milyen módon érinti, főleg akkor, hogyha a következő ciklusban az Európai Uniós támogatásokat összefüggésbe hozzuk a migráció támogatásával. Tehát ugye a brüsszeli arisztokráciának van egy nagyon nagy büdzséje, és ugye azt mondja, hogy nekik a migrációt azt le kell pénzügyileg menedzselni, ehhez forrásokat kell szerezni, ilyen kategória korábban nem volt, és ugye próbálnak mindenhonnan lenyisszantani, és ugye pont itt a mezőgazdaság... Igen, mondjuk azt azért épp többször beszélgetünk ezeken a fórumokon is, hogy ugye egy ilyen úgymond migráns, vagy nem is tudom, hogy menekült, inkább migránsnak mondanám. Tehát nem feltétlenül mindig menekülés van, hanem a jobb élet reményében van úgymond vándorlás, bevándorlás Európa felé. Különben borzasztó, hogy mindenféle lélekvesztőkön a földközi tengerbe százasával halnak meg az emberek, tehát iszonyatosan borzasztó, de amikor azt hallom az másik oldalon, hogy ilyen 5-6 ezer eurókat is fizetnek gyakorlatilag, hogy fölülhessenek egy ilyen halálhajóra, vagy bármiféle ilyen infrastruktúrára, és közben most a legszélsőségesebbet nézem, mondjuk Dél-Afrikából 1000 euróért repülővel be lehetne repülni Európába, tehát a feketén kívül, az embercsempésznek kifizetett pénznek az ötödéért gyakorlatilag repülővel is be lehet jönni biztonságosan, vagy akár bármilyen normál hajóba. Tehát az egésznek a logikáját nem értem, azt látom, hogy Afrikában közel-keleten hergelik az embereket, gyakorlatilag ez valakiknek nagyon nagy biznisz, és gyakorlatilag felelőtlenül okozzák ezt a fajta a káoszt. Tehát visszatérve, ugye ezt valamiből finanszírozni kell, és itt milyen hatással lehet
meglévő magyar mezőgazdaság, illetve vidékfejlesztés eredményekkel kapcsolatosan az a fajta új Európai Uniós pénzfinanszírozás, hogyha a migrációt pártolóak lesznek többségben. Tehát volt egy 20 ilyen és 30% közti megvonást is hallottam. Azt gondolom, hogy épp miniszterelnök úr szoktam mondani, hogy akkor kárt menni egy hídon, amikor odaérünk. Tehát, hogy most ez 20 vagy 30%, vagy akár halani itt már többet is, mert olyanok is voltak, sőt, tehát emlékszem, még Szanyi Tibor, ugye MSZP és Európa Parlamenti képviselő még egyik reklámása idején azt mondta, hogy minek a mezőgazdaságnak támogatást, nem kapnak támogatást a villanyszerelők, mert nem kapnak támogatást a boltosok, akkor minek adunk a mezőgazdaságnak támogatást. Nyilván látszik az, hogy nincs fogalma erről a világról, tehát ha ilyen döntéshozók vannak, akkor ez még akár több is lehet. Tehát az, hogy nem tudjuk, hogy ugye az Európa Parlamenti választások után fog ez kiderülni. Tehát ugye ezeket a döntéseket a választásokig azért felfüggesztették, hiszen majd az új Európa Parlament az összetételének megfelelően fog majd a jövőnkről dönteni. És ebben az, hogy a bevándorlást korlátozók, vagy aki azt mondja, akik nehéz helyzetben vannak ott az adott országban oldjuk meg a problémát, ha ezek kerülnek ugye a többségben, akkor én nyugodt vagyok, mert akkor a Fidesz kormány által, Orbán Viktor miniszterelnök úr által erősített, vizionált program fog erősödni, és magyarországi emberek, a magyar emberek megkapják azt a támogatást az Európai Unióból, illetve azt a fajta kiegyenlítő forráselosztást, ami jár nekik. És, tehát ezért volt egy a mezőgazdaság kapcsolatosan akkor. Ahhoz képest egy mezőgazdasági fórum volt, tehát egy réteget szólítottunk meg, több mint 200-an voltak a fórumon. Akkor a következő fórumon Magyar Leventét hívtam, miniszterhelyettes úr, ugye Szijjártó Péter miniszter úr közvetlen helyettese, több mint 300-an voltak, tehát ugye ez már egy kicsit a populárisabb volt maga a téma, nem fértünk el a placon ott a piactéren, és Kósa Lajos bizottság elnök úrnál, aki a Honvédelmi és a Rendészeti bizottság elnök, ott még talán Magyar Leventén is többen voltunk, tehát szó szerint az összesség elfogyott, és álltak az emberek. Tehát volt egy agrárvidékfejlesztés, volt egy külügyminisztérium által, egy külügyminiszter helyettes által vizionált nemzetközi kitekintésben, és ugye Kósa Lajos bizottság elnök úr, aki a Rendészet és Honvédelmi Bizottság, annak meg volt egy ilyen belföldi, meg európai kitekintés. Érdekli az embereket. Érdekli. Mekkora részvételt lehet várni? Korábban ugye egy-egy ilyen európai parlamenti választás szinte érdektelenségbe fulladt, ahhoz képest most azért más a helyzet. Hát én örülnék neki, hogyha olyan sokan lennének, mint az országgyűlési választásokon, mert nyilván minél többen mennek el, annál nagyobb a legitimációja magának a szavazásnak. Én nem mennék be számháborúba, tehát én szerintem el fognak menni szavazni. Polgármesterekkel beszélgetve van olyan település, ahol azt mondták, hogy nem annyira érdekli az embereket, van, aki azt mondja, hogy szerintem meg igenis érdeklik az embereket. Most itt a Szeszthádi választókerületben több mint 12 000 aláírást, támogató aláírást hoztunk össze. Remélem, hogy ennél többen fognak elmenni, sőt biztos vagyok benne, többen fognak elmenni, és támogatják Orbán Viktor, illetve a Fidesz-KDNP programját. Megkérdezik néha tőlem, hogy nem sok ez a kampány, ez a migrációs kérdés. És azt kell, hogy mondjam, hogy nem sok. És igenis kellő súlya kell erről a dologról beszélni, mert épp amikor készültem ide önökhöz, és kértem egy-két ilyen, néztem egy-két adatot, hogy hogyan alakul a világ népessége. Ugye én 1970-ben születtem, tehát mondhatni azt, hogy csak erre a kvázi lassan 50 évre tudok visszatekinteni. Akkor a világon 4,5 milliárd ember élt. Ma körülbelül 8 milliárd ember él, akiről tudunk hivatalosan. 50 év alatt belátható, megduplázódott. Ezen belül Afrikában 360 millióan éltek 1970-ben, most 1,4 milliárd. Tehát majdnem meg ötszöröződött az Afrikának a lakossága. Az ázsiai lakosság is 2 milliárdról 4,5 milliárdra, és gyakorlatilag az európai lakosság 650 millióról 750-re, de ez a 750-ben benne van Franciaország, Anglia, stb., ami már a bevándorlás következményeként. Tehát azt lehet látni, hogy feszélyezi a társadalmakat. Lehet látni ezt Franciaországban, Anglia kilépés az Európai Unióból, ez mindenféleképpen, ez is ennek a következménye.
Tehát, ha jól belegondolunk, ugye a történelem könyvben beszéltünk régebben ilyen tatárjárásokról, meg különböző ilyen népvándorlásoktól, az ilyen misztikusnak tűnő dolog, de most egy történelmi szempontból egy ilyennek a közepén vagyunk. Tehát amikor 50 év alatt egy földrész megnégyszereződik, egy másik földrész meg gyakorlatilag nem változik, akkor több mint négyszeres, tehát az európai népességnek is a több mint duplája egyszerűen eláraszt bennünket. És én nekem a Trianon van mindig előttem, ugye amikor Erdélyország az volt, ugye Magyarországnak mondhatni azt, hogy a bölcsője, és akkor az akkori erdélyi főurak a hatékonyság, meg munkaerő, stb. Betelepítettek különböző román bányászokat, meg telepeseket a magyar vidékekre, és amikor jött a Trianon, akkor meg azt tettük észre, hogy a románok kilaktak bennünket Erdélyből, és elvesztettük az országot. Tehát nekünk van ebből tapasztalatunk, tehát hogyha ide betelepítenek minél több más kontinensről lévő, más kultúrájú embereket, akkor 50 év alatt, nem 500 év alatt, tehát 50 év alatt is egyszer csak azt vesszük észre, hogy ki ez a másik kultúra, ez kilak bennünket. És ez már lehet érezni a hétköznapokban és a mindennapokban. Tehát az, hogy Bécsben is már több nem európai identitású vagy származású gyermek van az iskolákban, ez azt jelenti, hogy 50 év múlva Bécsnek a lakossága az teljesen ki fog cserélődni. De hát ez végsőbbről mondhatni egész Európán, és a mi elveink szerint ez ne így legyen. Tehát mi nemzetek tudják megvédeni magukat, és ha nem a migrációt megállító politikai erő fognak győzni, akkor én azt gondolom, hogy ez a kerítés, amit most délről építettünk, azt kell, hogy mondjam, hogy jelképesen ezt nekünk északról is be kell, hogy építsük, mert 50 év múlva gyakorlatilag olyan ilyen népességnyomás lesz Magyarországon, hogy ezt csak azt veszük észre, hogy mindenki mindenkivel összekeveredik, és a kultúrák, az identitás az el fog tűnni. Mit tehet az egyes ember? Elmegy szavazni? El kell menni szavazni. Tehát én azt gondolom, hogy el kell menni szavazni. Volt alkalom országgyűlési képviselőként is ugye az afrikai országokba járni, Marokkóba, Egyiptomba, és hihetetlen népesség növekedés van, meg vándorlás, és mind az egyiptomi, mind a marokkói politikusok, ott az marokkói elnökkel is, illetve az egyiptomi elnökkel is tárgyaltunk, annak a delegációnak a tagja voltam, és ők azt mondták, hogy ők azt kérik Európától, hogy itt segítsenek. Tehát ha megnézzük Afrikát, akkor Afrika, az tele van ásványi anyagok, ásványi kicsekkel, tehát a földrész szempontjából sokkal gazdagabb, mint Európa. De azt lehet látni, hogy ez az úgymond multi tőke, ami gyakorlatilag uralja ezt az egész világot, amit ugye sorossal szoktunk szimbolizálni, ez azoknak az országoknak az ásványi anyagát, tehát gyakorlatilag egy szűk réteg számára, akár Dél-Afrikától egészen a Atlasz-hegységig, gyakorlatilag az magának kiközösíti. És gyakorlatilag az embereket tudatosan szegénységbe tartják, nem ott akarják megoldani. Hát miért nem mondjuk Afrikába építünk autógyárakat? Miért nem Afrikába építünk különböző olyan üzemeket meg gyárakat, hiszen ott van a munkaerő. Tehát Afrikában van közel 1,5 milliárd ember. A piac mondhatni azt, hogy meg ötszöröződött 50 év alatt. És nem. Viszont a tudás az nem biztos, hogy megvan. Hát a tudást is, vagy a tudást is. Munkának a kultúrája. De most én azt nem gondolnám. Tehát én a csecsemő számomra az teljesen mindegy, hogy fehér vagy fekete vagy sárga. Tehát maga a csecsemő, az csecsemő. Tehát hogyha a gyerekekkel az oktatásra fejlesztünk, tehát az ott lévő segélyeket a különböző afrika urak nem lopnák el, illetve nem mutyiznák le ott a különböző segélyszervekre rátelepülő gazdasági társaságok, akkor ott egy nagyon jó, tehát hogy mi Európában itt úgy megtanulnak több nyelven, értenek majd a számítók, jó sportolók lesznek, és adott esetben sikeres emberek lesznek. Hát nagyon sok színes bőrű embertársunk, nagyon sikeres, akár sportolóként, gazdasági szereplőként mondjuk Európában. Hát ez a genetikailag, ez a sikeresség ugyanúgy meg lehet lent is, csak ott a gyerekeknél az oktatásban ezt el kell kezdeni. És ott kell víziót adni nekik, hogy maradjanak ott, akár a turizmushoz építsenek ki infrastruktúrákat, és akkor a gazdagabb részekből járjanak le oda, akár turistaként Kínától, Japántól, egészen Európától, az afrikai országokban gyönyörű vidékek vannak, jó adottságok vannak, de egyszerűen nincs kihasználva. Azért, mert a korábbi időszakban ezeket az országokat, mint gyarmati országokat,
a most amúgy meg a bevándorláspárti és ugye a saját lelkiismeretükkel elszámolni nem tudó mondjuk nemzetek, ha nézzük akár a franciákat ebből, vagy a hollandokat, vagy a dánokat, vagy akár az angolokat, tehát most ezeket a társadalmi feszültségeket ráhozzák Európára, amiket nem mi okoztunk. Tehát hát a történelemkönyvbe lehetett látni, hogy akár a spanyolok is gyakorlatilag mennyi aranykincset, ásványi anyagot, humán erőforrás, lapszolgaként kizsigerelték ezt a szerencsétlen Afrikát. Senki nem épített ezt a földrészt, ezt ebből mindig csak elvettek. Most ebből a sok mindenből, amit elvettek, valamit vissza kellene vinni. És ugye franciák ellen nagyon jó példák, hát nagyon sok észak-afrikai sikeres ember van abban az országban, az amúgy Észak-Afrikában is amúgy sikeresek lennének, ha azokban a környezet ugyanott meg lenne. De most ott Líbiában, ott megint ott az olajról szól a történet, ugye megint megy a fegyverkezés, megy a háború, vannak jó diktátorok, vannak rossz diktátorok, aki a világ tőkéseit ellátja olajja, azok jó diktátorok, azoknak elnéznek, ha nem látja el őket, akkor meg hiszen rossz diktátorok lesznek. Tehát szerintem, tehát ha ma felelősen gondolkodó polgárnak, szerintem szükségszerű, hogy elmenjen. És elmenjen és mondja azt, hogy igen, mi olyan Európát akarunk, ahol gyakorlatilag a nemzetek sikeresek tudnak lenni, és az én számomra nem az az érték, hogy mindenki mindenkivel mindenhogyan összekeveredjen. Én büszke vagyok a magyarságomra, a kereszténységemre, a nemzetünknek a történelmére. És hogy csak egy szexádi példám az időt rabolva még, hát erre nagyon jó példa a szexád testvérvárosa a Bözon. Hát Bözonban teljesen kicserélődött a lakosság. Tehát ugye, amikor most már nem tudom, 45 vagy 50 éve van ez a testvérvárosi kapcsolat Bözonnal, és már nem is olyan az a kapcsolat. Tehát a gyakorlatilag Bözon a lakossága 90%-ban lecserélődött. Etnikailag, kulturális értelemben, mindenféle szempontból. Meg is szakadt a kapcsolat? Hát amikor én polgármester voltam, akkor 2010-ben, amikor a miniszterelnök úrnak ugye a Fidesz kormány alakítása megvolt, és ugye az új alaptörvényt elfogadtuk, amiben a magyar kereszténységre és a hivatkozva ugye cölöbbe vertük a keresztény Magyarországnak a múltját, jelenét és a jövőjét, és amikor a himnuszunknak a soraival Istenáld meg a magyart, az gyakorlatilag ezt az egészet a megfelelő lelki és kultális, szakrális szintre emelt, aminek egy alaptörvénynek kell lenni. Nagyon büszke vagyok a magyar alaptörvényre. Amikor ezt az alaptörvényt mi elfogadtuk, akkor rá két hétre kaptam a bözoni polgármestertől egy levelet. És azt mondta, hogy azt hiszem akkor lett volna a 45. évfordulónak, vagy a 40-nek az ünneplése, hogy ő nem akar eljönni Szexhárdra velünk együtt ünnepelni, mert Magyarország egy kirekesztő ország, és szerint egy kirekesztő kormánya van, ezáltal, mint én is a kormánypárthoz kapcsolódó politikai erőnek a részein is egy kirekesztő polgármester vagyok, mert azáltal, hogy az Istenet, meg magyart, meg a kereszténységet a nemzeti szintre emeltük, ezzel egy csomó embert meg kizártunk, és a keresztény tudatunkkal sértjük a nem keresztényeket. Tehát először azt hittem, hogy valami tréfa, de aztán alapvetően azt komolyan is gondolták, tehát azóta a civil szervezetek vezetői Franciaországban elnézést kértek, tehát a civil szervezeti szinten megy a kapcsolat, de politikai szinten nem. Tehát nem méltó erre a bözoni polgármester, aki a kereszténységet üldözi. És aki azt mondja, hogy ahol a kereszténység érték, akkor a számára az egy nem elfogadható dolog. Én ezt mélységesen visszautasítom minden keresztény, minden magyar és minden szexuál ember nevében. Úgyhogy mindenkit arra biztatok, hogy pont azért, hogy meg tudjuk védeni ezt a közös történelmünket és a közös jövőnket, menjünk el, szavazzunk május 26-án Fidesz-KDNP listájára, hogy Magyarország kellő súllyal és kellő erővel tudja a bevándorlás ellenes erőket úgymond fékezni. És ebben is segítsük miniszterelnök úrnak a munkáját, hiszen szerintem őt értelmi személyiségé vált az elmúlt időszakban, tehát ma Magyarország nevét Európában mindenhol ismerik. Épp Kossa Lajos képviselő mondta azt, hogy Portugália körülbelül ugyanakkor ország, mint Magyarország.
hogy hívják a portugál miniszterelnököt, az úgy hirtelen nem ugrik be az embereknek Európába, de ha megkérdezzük, hogy hívják a magyar miniszterelnököt, akkor Orbán Viktor, én azt gondolom, újra visszatette a magyar identitást, az őt megillető rangjára és méltóságára az európai térképen és Európa történelmében. Legyen ez a végszó. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. A nézőknek pedig a figyelmet köszönjük, viszontlátásra.